nagyon fontos mérkőzés után vagyunk, a pozíciót megőrizte a csapat, döntetlen lett idegenben, és akkor úgy zártuk le, hogy az utolsó 35-40 percre mindenképpen lehet alapozni, sikerül-e rá alapozni. Ez mindig akkor dől, amikor mérkőzés van. Tehát előre az ember sajnos nem tudja. Minden héten elmondom, hogy a munkával nincs gond. Tehát mindenki rendesen csinálja a dolgát. Én úgy gondolom, hogy a fiúk is szeretik az edzéseket, mert azért próbálunk tehát nem sablon csinálni, hanem mindig egy kis változtatást csinálni, hogy, hogy, hogy élvezhetőbb legyen. Úgyhogy várjuk a bajnoki mérkőzést. Igen, hát nagyon jó lenne, hogyha mondjuk 90 percig azt a produkciót tudnánk nyújtani, amit a, a Földvár ellen az utolsó, mondjuk 30 percben. De hát amit mondtam, hogy minden mérkőzés más, úgyhogy még egyszer azt tudom mondani, hogy várjuk a bajnoki mérkőzést. Sokszor beszélgettünk már a második csapatok kapcsán, és mindig elmondtad, hogy itt döntő faktor lehet a rutin, és az erőnlétbeli fizikális, inkább így pontosabb különbség. Gondolom most, most is ki lehet ezt emelni. Kilett emelni, viszont annyira már nem, mivel vannak visszajátszók, illetve igazolt a, a Vidis olyan játékost itt a Polényi Gábor személyében, akit én is elfogadnék a csapatba. Tehát egy, egy rutinos jó játékos, nem is tudom hány MB1-es, MB2-es mérkőzése van, úgyhogy ő biztos, hogy hogy ugyanúgy, mint a, jól emlékszem, a Dodi a Magasföldi a, a puskásban. Azért igazolták, hogy kicsit tereges a csapatot, még rutinosabb legyen. Bár ott van a Molnár Csaba, Csaba is a középpályán, aki egy rendkívül jó játékos, őnek is azért szerintem már van rutinja, illetve Csongvajáron járon valószínűleg még visszajátszó lesz, mert még tart az eltiltása. Tehát itt most három olyan rutinos és erős, fizikálisan erős játékos soroltam föl. És um, itt a a, a fizikálisat azt mondom, hogy mivel, hogy még 17-18 éves gyerekek, tehát a izomzatilag mondtam ezt, nem a, abba, hogy ahogy párharcolnak, meg ahogy csinálják a dolgokat. A, Úgyhogy ö, teljesen más mérkőzés lesz szerintem, mint a, az őszi, amikor ott sikerült nyernünk. Amit mondtam, erősödött a keretük, ezt mutatja az utolsó két, mérkőzés, ké, kér, két mérkőzésük is, hiszen Dunaföldváron döntetlen tudtak játszani, ők is, illetve most 4-0-ra megverték a, a Dunaujvárost. Nagyon jó edzőjük van az Imre, Imrik személyében, jó a stáb, jól dolgoznak. Csak dicsérni tudom ezt a csapatot, mert most is természetesen nézegetjük a meccseket, és amit látok, amit te is mondtál, gyorsak, technikásak, magabiztosak, bátra játszanak, egy, egy olyan van, és gondolom, tehát a, a Vili kettő nagyon szeretné elkerülni a, a kiesés, és most még jelen pillanatban kieső pozícióban vannak. Úgyhogy nekik is nagyon nagy szükség van a pontra, a pontokra, de nekünk is. Igen, erre még talán térjünk ki, hogy most mondhatjuk azt, hogy három fronton van nagy harc a csoportunkban, az első kettő a bajnoki címért és az osztályozóért, a harmadik helyért három csapat, köztük mi, valamint a kiesés ellen, hát mondhatom azt, hogy legalább négy, az is lehet, hogy ha úgy nézzük, öt-hat csapat is harcol, és bizony azt is lehet látni, hogy a legalul lévő csapatok, mint akik vértittak, tehát hozzák a győzelmeket, hozzák a pontokat. Igen, mindig így van ez, amit szoktam nyilatkozni, hogy, hogy nincs olyan, hogy, hogy kimegyünk a pályára, kivisszük a mezünket az utolsó ellen, és akkor sima győzelem lesz, mert minden meccsért meg kell küzdeni, minden másnak más a, kimenetele, illetve más a játékosoknak a gondolkodása, úgyhogy, úgyhogy hát ebben a szituációban ez még, még hatványozottabb, hogy ahogy mondtad, hogy van, aki fölfele és, és a céljaiért küzd, van, aki pedig azért, hogy ne essen ki. Most ö, úgy gondolom, hogy nekünk egy dolog lehet a harmadik hely meg, megszerzése, de es egy akkora tét, mint mondjuk az első kettő, az meg a, a Szentrőlincnek a, a párharca a bajnoki címért. Úgyhogy ilyen szempontból ö, mi nyugodtabban tudunk játszani. Viszont azért biztos, hogy el kell a biztatás itthon. Hát hogy ne, hogy, ne, szükség lenne a biztatásra. Tudom, tudom, hogy, hogy, hogy valami hiányzik még mindig a játékunkból, meg ez a Sovány Vigasz, ez a, a mutatott játék az utolsó mérkőzésen, ez a 20-30 perc. Várjuk, várjuk, hogy, hogy főleg itt hazai pályán most lesz két hazai meccsünk, két NB1-es csapat másik csapat ellen, ugye a videóton paks, hogy minél többen jöjjenek ki búzítsanak bennünket, remélhetőleg szép idő lesz, úgyhogy, úgyhogy igen, el kellene a segítség.